Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Ma Hét Média Család Nézőpont című politikai magazin műsorát látják. Mai témánk elsősorban a kulturális kormányzat és az állam, illetve a választók, illetve a magyar közösségünk kapcsolatáról fog szólni. Ezzel kapcsolatban köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Rigó Konrád államtitkár úrnak, a Szlovákia Kulturális Minisztériumának államtitkára, illetve a Most Híd párt tagja, és Őri Péter urat, a Magyar Közösség pártjának országos tanácsának az elnökét. Ugye jól mondtam a pozíciót? Ugye, ahogy mondani szokták, az élet a legjobb forgatókönyvíró, és most a Magyar Hét, tehát a heti lapunknak a legutóbbi számában megjelente információval kezdeném, tehát hogy a Kulturális Minisztérium kiadott egy állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy a folklór támogatásokat kisebbségi csoportok csak úgy tudják megigényelni, hogyha államnyelven adják elő a műsorukat. Tehát hogy kell értelmezni? Gondolom a kérdés ez engem illet. Hát elsősorban. Igen, hát ez ilyet nem adhat ki, tehát ez egy újabb tévedése a Kulturális Minisztérium sajtó osztályának, nem ez az első. Ugye nyáron volt egy elhíresült történet, amikor nem tudta megmondani a szóvivő, hogy politikai pártokat büntethet a Kulturális Minisztérium a kétnyelvű plakátok miatt. Aztán azt a történetet én tettem helyre, ez a Markéza televízióban jelent meg. Utána azt a szóvivőt le is váltotta a miniszterasszony, mert ez egy elég lényeges mellé nyúlás volt, hogy úgy mondjam. Ez a következő pedig annak a Csorba úrnak a kijelentése, én is föllapoztam az újságot, aki jelen pillanatban a Smeres listán indul, úgyhogy ilyet nem jelenthet ki központi hivatal egyáltalán, nem, de tulajdonképpen senki sem ebben az országban. Tehát ön akkor tud erről, hogy van egy ilyen nyilatkozat? Az újságból tud róla? Igen, mert tehát hogy ilyen szakmai szinten nem jelenhet meg tulajdonképpen, úgyhogy ez a Csorba úr magánakciója, hogy így mondjam. De azt azért hozzá kell tenni, hogy az, amire ön céloz meg, amit meg is írtak a labban, ugye, ami a folklór támogatást illeti, ez Lubica Lassákovának a kis külön programja, illetve Peter Pellegrinek, akik most úgy vélik, hogy felfedezték a folklort maguknak, és próbálják ilyen propaganda irányba bevinni a történetet. Ezért is hozták vissza ezt a támogatási keretet a minisztériumba, és ezért a miniszterasszony dönt ezekről a kérvényekről. Ez hatalmas ellentétben áll azzal a kultúrpolitikával, amit évek óta viszünk, és évek óta támogatunk, és aminek köszönhetők tulajdonképpen a kisebbségi kulturális alap létrejötte is, ami azt jelenti, hogy a központi politikai, vagyis a központi kormányzati szervtől el van választva a támogatási rendszer. De ez most nem egy kisebbségi támogatás, nem, hanem a folklór támogatása. Épp azt mondom, hogy ez egy politikai célokat próbálnak ezzel elérni, hogy pont a választási évben ezt visszahozzák a minisztériumba, úgyhogy ezt kb. Ebben a kontextusban kell kezelni. Őri úr, önnek mi a véleménye erről a minisztériumi állásfoglalásról? Nem az első. Egyébként, amikor én azt gondolom, hogy nem csak szóvivői szinten, hanem azért a cselekmények szintjén is más történik és más hangzik el. Az, hogyha a különböző kommunikáció van, akár államtitkár úr, akár a miniszterek részéről, azt gondolom, hogy ez nem jó. Említésre került a politikai propaganda, alapvetően réges-rég meg kellett volna változtatni a törvényt, ugye elhíresült az is, hogy nincs nyelvhasználat tekintetében, aztán visszatérek a kulturális kérdésekre, nincs nyelvrendőrség. Érdemes megkérdezni. Maradjunk még egy pillanatra ennél, hogy... Ez a politikai propaganda, ez már megyei választások során is fölmerült. Én nem akarok most, mert azt hiszem, hogy nem ez a fő téma, kimondottan erre fókuszálni, de azért illik kimondani azt is, hogy van nyelvrendészeti osztály, amit ugye szlángban nyelvrendőrségnek hívnak, és nem az első eset, amikor tiltják. Tehát az, amikor megfélemlítésre kerül sor a minisztérium részéről, vagy az államigazgatási szervek részéről, nem hibást keresek, mint olyan személyek. Örül, bocsásson meg, hogy a szobába vágok. Tehát az eredeti kérdésünk az, hogy mi a véleménye arról, hogy államnyelven kellene folklór műsorokat egy kisebbségi csoportnak előadni? Levezetem. Záros a határidőn, csak figyelmeztetem. Levezetjük.
ezek ugyanolyan csúsztatások ebben a tekintetben, hogy fejezzem, mint ennek a propagandának a kérdése, amely a nyelvhasználattal kapcsolatos volt. Tehát megfélemlítés zajlik a billboardot szolgáltató cégeknek mondjuk a propagáció tekintetében, holott ez nem is politikai reklám, hanem propagációnak minősül a választási törvény értelmében, és a billboard cégek nem akarják ezt megcsinálni. Ezt követően hasonló nyomásgyakorlást jelentett az, hogyha ha kényszerítünk egy-egy olyan intézményt, hogy akkor most csak szlovák és szlovák nyelven történő kivitelezésre kerüljön sor mondjuk a folklór csoportoknál, de más területeken is, amely én azt gondolom, hogy alapvetően alkotmányellenes. Alkotmány kimondja. Tehát akkor kritikusan szemléli ezt a nyilvánvalóan lépést. Hát az alkotmányt kellene meg a nemzetközi dokumentumokat betartani. Én azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebben kell hangot adni a mi és más kisebbségi közösségek tekintetében is annak az igénynek, amely arról szól, hogy nyelv, kultúra, identitásbeli kérdéseink azok a mi dolgunk, azt kezeljük mi és oldjuk meg mi. Tehát, hogyha jól értem, akkor mind a ketten egy kritikus álláspontot fogalmaztak meg ezzel a konkrét lépéssel kapcsolatban, aminek... Én úgy gondolom, hogy az, tehát hogyha valaki követi a Kulturális Minisztériumban zajló folyamatokat a miniszterváltás óta, akkor szerintem elég egyértelműen látja azt, hogy az én álláspontom nagyon sok esetben élesen különbözik a miniszterasszony álláspontjától, úgyhogy ez is konkrétan egy olyan eset. De szóval inkább általánosságban gondolva, tehát az, hogyha ennyire különálló az álláspontja az államtitkár úrnak, mint a minisztérium vezetésének, tehát hogy akkor ez fölfogható még egy, hogy is mondjam, egy koalíciós vezetésnek, vagy pedig tehát mindenki csinálja azt, amit a különutas elképzelése esetleg megenged. Tehát, hogyha most ilyen ellenzéki jellegű kritikát fogalmazott meg a minisztérium vezetésével kapcsolatban, aminek nem látom is semmilyen akadályát, meg ugye természetesen lehet, de akkor ön mit csinál a minisztérium vezetésébe? Ez nem ellenzéki kritika, hanem ez egy szakmai alapokon nyugvó kritika, szakmai és jogi alapokon nyugvó kritika, ami szerintem teljesen helyén való. Tehát, hogyha a miniszterasszony szóvivője ugye ezt előtte megkérdezte volna házon belül, akkor most ilyen slamasztikában nem lenne. Ez most az ő félrenyúlása. Hogy ne ragadjunk le a témánál, inkább csak a érdeklődők számára, tehát akik ugye 12-ig hosszabbították meg február 12-ig ennek a pályázatnak a beadási határidejét. Tehát akkor most melyik legyen a mérvadó? Azt, amit a minisztérium kiadott, tehát hogy kisebbségi csoportok nem pályázhatnak, vagy ha igen, akkor államnyelven kell előadni a műsorukat, vagy inkább pályázzanak, és aztán akkor rábízzák magukat a sorsra. Hatalmas különbség van a között, ami tavaly volt, meg ami most van. A tavalyi kiírás az a művészet támogatási alapnál jelent meg, az idei kiírás pedig specifikusan a minisztérium hatáskörébe hozza vissza ezt a témakört. A kisebbségi támogatásokra, a nemzeti kisebbségek támogatására a kisebbségi kulturális alap szolgál, és annak a pályázati kiírásait a Kultminoreszká oldalon tudja mindenki megnézni. Értem. Tehát, hogy akkor a kisebbségek a Kultminornál pályázzanak. Tehát így van, ebben a kérdésben, mivel hogy ez változás történt ebben az évben, a miniszterasszony ezt úgymond a saját céljaira fel akarja használni ezt a programot, ezért teljesen más a helyzet, mint tavaly volt. Értem. Őri úr, akar ezt még hozzászólni, vagy menjünk tovább? Mosolygok az orram alatt, mert 2 perccel ezelőtt azt hallottam, hogy mennyire elkülönít a állami gazgatástól, meg a központi állami szervektől a kultúra támogatása, most meg kiderül, hogy visszakerült az egész a miniszter. Hát ez azt jelenti, hogy pontosan nem tudja, hogy miről van szó, ugyanis itt arról van szó. Hogyha nagyon akarjuk elemezni, és ezt már egyszer megtettük közösen is, egy hasonló beszélgetés során, a kisebbségi kulturális alapnál se lehet ezt mondani, sőt a Szlovák Köztársaság belügyminisztériumban a törvény előterjesztésén, és hogyha visszaolvassa a tárca közé egyeztetésen, hogy mit véleményezett, akkor megmondta, hogy ez nem egy független szerv, hiszen magába az igazgatót kinevezik, és a igazgató nevezik ki, tehát hogyha kisebbségi kulturális alapot akarjuk csak úgy föltüntetni, amely teljesen elkülöníti magát az állami igazgatást, ez nem valós állítás, hiszen még egyszer mondom, az igazgatót és a igazgató, ha jól emlékszem, még mindig 2 személyt nevez ki az 5-tagú bizottságba. Tehát ez olyan, mintha a parlament elnökét kinevezné valaki, és a parlament elnöke 60 személyt a parlamentben 150-ből jelölne. Ez azért messze van attól, amikor azt mondjuk, hogy teljesen különálló szervként működik, még a törvénnyel jött létre is. Még egyszer mondom, Szlovák Köztársaság belügyminisztériumának jelentése, amely ott van a tárca közé egyeztetésen, annó a törvény előkészítésén érdemes elolvasni, ezt nem én állítom, egy másik minisztériumnak állítását hangoztatom, ami pedig a kultúra, ugye most amiről szó van, az a folkló csoportoknak a támogatása, ami nyilván elhangzott, nem a kisebbségi kulturális alapból megy, de itt ugye 2 lehetőség van, vagy nem pályáz,
ha jól értettem, mert akkor pályázom, ha magyar táncot akar magyar nyelven előadni, valamelyik folklórcsoport helybe, akkor pályázzon a kulturális, kisebbségi kulturális alapnál, vagy pályázzon itt, ha akar, mert beleférhet országon belül, állítólag egyenrangúak vagyunk, meg egyenértékűek, meg egyforma jogunk van, akkor pályázzon itt, de ott már csak olyat pályázott, ami majd szlovák nyelven vagy, mert a minisztériumnak ez külön kérése volt, de láthatóan nagy a különbség a önigazgatási rendszer, meg a kultúrán belül, meg a államigazgatási szerv között. Reagálson akkor az elmondani. Nagyon jó. Azért vágtam a szabába, ugyanis, hogy mondjam, ferdíti az információkat. Úgyhogy megpróbálom elmagyarázni nagyon röviden, hogy hogy néz ki a szlovákiai támogatási rendszer. A szlovákiai kulturális támogatási rendszer úgy néz ki, hogy van egy csomag, ami a Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartozik. Ezek a hátrányos helyzetűek kultúrája, ez pedig a műemlék felújítás és a kreatív ipar, ami nálunk van. Ezen kívül a művészet és a kultúra támogatás, az ki van helyezve egyrészt a művészet támogatási alapba és a kisebbségi kulturális alapba. Amikor azt mondom, hogy a kisebbségi kulturális támogatásokat depolitizáltuk, illetve a központi hatalomtól elválasztottuk, akkor arra gondolok, hogy ezeket kihelyeztük a kisebbségi kulturális alapba. Most, ha a miniszterasszony, illetve a minisztérium úgy dönt, hogy egy duplicitást hoz létre, és létrehoz egy külön programot, akkor és visszahozza a minisztériumba, akkor az ő hatáskörébe helyez bizonyos támogatási döntéseket. Az azt jelenti, hogy nem ellenkezik az a két mondat, hogy igen, a mi célunk az az, a híd egyértelműen amellett van, és 25 éves deficitet pótoltunk azzal, hogy létrehoztuk ezt az intézményt, hogy ezt a támogatási rendszert kihelyeztük a politikusok döntése keze alól, és vannak bizonyos témakörök, amiket politikusok propagandára használnak, de ez nem csak Szlovákiában van így, ez más környező országokban is van így. Úgyhogy azért mondom, hogy amikor erről beszélünk, akkor próbáljunk meg pontosak lenni, és próbáljunk meg ne ferdíteni. Nem ferdítünk, elnézést kérek, és legyünk pontosak. Tehát a kulturális, a kihelyezett kulturális intézményeknek az igazgatója az nem a minisztérium hatásköre által történik kinevezésre. Nincs az igazgatónak olyan jogköre, hogy személyeket tesz az egyes bizottságokba, jól emlékszem, akkor van. Tehát innentől arról beszélni, nincs ráhatása a minisztériumnak, ez egy valótlan állítás. Nem vagyok benne biztos, hogy az a célja a műsorunknak, hogy önök egymást meggyőzzék az igazukról, hanem inkább, hogy ismertessék az álláspontjukat. Menjünk egy másik neuralgikus pontra, ami valószínűleg egyik oldal szempontjából esetleg neuralgikusnak tűnhet, másik szempontjából talán nem. Ez az államnyelvnek a kérdése. Tehát ugye a 4 éves választási ciklusban, aminek ugye most a végén vagyunk, tehát hogyha külső szemlélőként nézi az ember mondjuk a minisztériumban a hídpártnak az aktivitását, akkor talán ezen a területen akkora nagy aktivitás nem mutatható, vagy nem érzékelhető. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy önök rendben tartják azt, hogy az államnyelvnek az előírásai továbbra is ugyanúgy léteznek a 4 év végén, mind a negyedik, tehát mind a kormányzati ciklus elején, vagy ezen próbáltak valamit változtatni, tehát tudja, hogy itt nem jelenhetnek meg, vagy legalábbis erős megkötése jelenhetnek meg ugye magyar szövegek, tehát a nyilvános térbe. Tehát, hogy önöknek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Szerintem ez is elég egyértelmű az elmúlt időszakban, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az a nyelvtörvény, ami 95-ös keltezésű, és amúgy azóta nem az első kormány az, amiben magyar, szlovákiai magyarokat képviselő párt van, 95-ös keltezésű nyelvtörvény, ez egy rossz törvény. Itt, amikor egy törvényt vizsgálunk, akkor nem csak a törvény betűjét kell megvizsgálni, hanem azt is, hogy milyen szellemiséggel készült az a törvény, mi volt a törvényalkotónak a gondolata, hogy miért hozza ezt létre. Semmiképpen, tehát azt nem mondhatjuk, hogy ezt azért hozta volna létre, hogy a nemzetiség közötti feszültséget csökkentse. Ez pontosan ellenkező célból jött létre ez a törvény. Na most, ami azt jelenti, hogy a mi célunk az az, hogy ezt megváltoztassuk. Erre természetesen szakmai csoportokat hoztunk létre, ugyanúgy egyetértésben vagyunk a Szlovák Tudományos Akadémia nyelvi intézetével, ugyanúgy egyetértésben vagyunk a Komenský Egyetem nyelvészeivel, annak tekintetében, hogy milyen jogi normát, milyen törvényt kell létrehozni. De azért, amikor ezt kérdezi tőlem, akkor valójában azt kérdezi tőlem, hogy 2016-ban, amikor koalíció kormányt hozott létre 3 párt, akkor mondjuk az államnyelv törvény miért nem került be a kormányprogramba.
Mert ez valójában a kérdés. Erre ugyanazt tudom mondani, hogyha 2020-ban, és egy példát, hogy érzékelhető legyen. Csak hogy a Jüri úrnak is reagálsunk. Csak tehát, hogy érzékeltessem a fontosságát a dolognak. A 2020-ban odajön a kormányalkotáskor, odajön hozzánk valaki, és azt kéri tőlünk, hogy szüntessük meg a kisebbségi kulturális alapról szóló törvényt, akkor természetesen mi ezt semmi szín alatt nem fogjuk megtenni. Na most az államnyelvtörvény az SNS számára kb. Ugyanilyen fontosságú. A kormányprogramba viszont bekerült az, hogy a valósággal, illetve a praxal összhangba hozza a törvényt, a működéssel. És ebben a kisebbségi kormánybiztos nagyon sok eredményt ért el az elmúlt időszakban. Beszélhetünk itt táblákról, metodikai útmutatókról, kétnyelvű formanyomtatványokról, törvényekről, képzésekről, többnyelvű képzésekről, járási hivatalokon. Az azt jelenti, hogy azt, amit ígértünk a választóknak, azt mi megtartottuk. Most azt mondjuk, hogy igen, megvan az a szakmai hátterünk is, és megvan az a szakmai támogatás is, hogy azt a kérdést, hogy egy új, modern nyelvhasználati törvényt hozzunk létre Szlovákiában, a következő időszakban meg tudjuk tenni. Értem. Őri úr, az önök álláspontja, tehát szintén azt tükrözi, hogy összhangban van a valós élet és a törvényi előírás? Nincs összhangban se a valós élet, se a törvényi előírás, sőt nincs összhang, azért ezt is ki kell mondani, sem az alkotmánnyal, sem a nemzetközi dokumentumokkal, sem a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel, sem az államnyelvhasználatról szóló törvénnyel, a kettő különálló dolog. Az államnyelvhasználati törvény tartozik a minisztériumnak a kezelésébe, a kisebbségi nyelvhasználati törvény pedig a kormánybiztosnak a felügyelete alatt van. Mondjak egy konkrét példát, a vész- és veszélyhelyzeti feliratok, amelyeket kötelező kitenni. Nézést, amennyiben mi nem jelentjük fel, akkor gyakorlatilag nullás följelentés van. Tudok rá egyébként nagyon érdekes példákat mondani, olyanokat is, amikor a kormánybiztos úr hibázott a történésekben, hiszen voltak ilyen följelentések, egy konkrétat elmondok, jó? Az autópálya építés kapcsán ugye kötelező kitenni, hogy építési terület és tilos bemenni a területre. Úszoron, Pakán, nem tudom én hol, ami a mi területünk, tehát kétnyelvű területnek, magyar területnek is tekinthető, kizárólag szlovák nyelven voltak. Lefotóztuk, beküldtük a kormánybiztos úrnak, hogy erre reagáljon, az a kisebbségi nyelvhasználati törvény, hangsúlyozom. Ezt követően küldtek egy levelet a önkormányzatoknak, hogy az önkormányzatok tegyék meg. Tehát kicsit ilyen vicces kategória volt, mert szerintem párton belül is meg lehetett volna oldani azt, hogy mondjuk a törvény betartására fölszólítsák a kivitelezőt. Hogy hol a probléma benne? A probléma ott kezdődik benne, hogy van egy törvény, amelynek a felügyeletére csak kizárólag beadvány alapján lehet sort kerítve. És az államnyelvtörvény. Ez a kisebbségi nyelvhasználati törvény, és van egy másik nyelvtörvény, amely valóban elavult, ez az államnyelvhasználati törvény, ahol viszont konkrétan a minisztériumnak azon osztályának, amely ugye felügyeli, mert van rá osztály, van önálló eljárási jogosultsága. Tehát, hogyha hibát lát, törvényben nem tartási helyzetet lát, akkor elindíthat egy eljárást ezzel kapcsolatban. Nyilván vannak helyzetek, amikor nem büntetett, ez is mutatja, hogy teljesen abszurd a történés. Ha szabad még egy érdekességet mondani, magában a kulturális minisztériumnak a honlap címe angolul van, ezt elmondtam számtalanszor. Kicsit mosolyogtató a helyzet, amikor jön egy, én csak a helyzetet írom le, tehát most nem államtitkár úrra akarok ebben a kategóriába foglalkozni, de jön egy felszólítás az önkormányzatba, hogy na már pedig tessék, nem tudom, hogy mivel ebbe meg abba betartani a törvényt. Pecséten a település neve nem lehet két nyelven, ezek óriási kérdések, mert ugye a megnevezés és a név között azért vannak különbségek. Visszatérve jön egy felszólítás. Őri úr, tehát hogyha a közelgő választásokban önök kormányzati pozíciójában, ha önök kormányzati pozíciójába kerülnének, tehát akkor ugyanúgy ragaszkodnának ennek a törvénynek a megváltoztatásához, mint ahogy a Szlovák Nemzeti Párt ragaszkodott a megváltoztathatatlanságához? Tehát, hogy mekkora preferenciát, vagy mekkora prioritást élvez az önök? Nyilvánvalóan igen, azért tartom abszurdnak a helyzetet, mert ugye ki van hegyezve és láthatóan az eljárások során is bizonyos kérdésekre, akár a magyar önkormányzatokra, tehát a magyar választott tisztségviselőkkel rendelkező önkormányzatokra van kihegyezve, hiszen senkit nem zavar soha egyetlen egy mobil szolgáltató angol nyelvű reklámja, senkit nem zavar Pozsonyba a kínai étterembe a kínai felirat, mert nem egy van, senkit nem zavar Ipolyságon a Dóval és Ipályának a magyar nyelvű hirdetése, teljesen helyes, mert magyar
vendégeket szeretnének odavinni. Értem. Csak ezt nem jelentik föl, értem. De ha kiteszünk egy politikai hirdetést magyar nyelven, kizárólag magyar nyelven, tegyem hozzá, amit ma a Billboard szolgáltató, mint mondtam, nem akar kitenni, mert ugye van egy nyomás gyakorlás. Tehát példákat valószínűleg, hogy tudnánk ugye sorolni. Ha jól értettem, akkor államtitkár úr is ugye, tehát a végén ugye a gondolatát azzal zárta le, hogyha olyan pozícióba kerülnének, tehát hogy a valamelyik koalíciós partnerük nem kötné az ebet akaróhoz, akkor valószínűleg önök is változtatnának ezen. Én még egy szóval reagálok az eszint, hogy ismét egy kicsit helyre kell tennem a dolgokat, mert nem igaz, hogy nincsenek bejelentések amúgy az angolra, vagy a kínaira, vagy ilyesmire. Tehát két évente a kulturális minisztérium is kiad egy hasonló jelentést, mint a kisebbségi kormánybiztos, és hát vannak. Talán nem kommunikálják. 5400 bejelentés van, mennyi az angol? Nem tudom, de meg... 5400 bejelentés van, nagy része magyar egyébként. Tudom, hogy a nagy része magyar, tehát úgy, ahogy mondtam az elején, tehát eleve a törvény ez nem jó, és ezen a törvényen változtatni kell, és ebben könben egyetértünk a szlovák nyelvész szakemberekkel is, úgyhogy ebben szerintem mindenképpen el fogjuk érni azt a változást, amit szeretnénk. De azt akarom mondani, hogy ne jelöntsünk ki olyan dolgokat, amik nem igazak. Az azt jelenti, hogy mondjuk el azt, hogy igen, a nagy része a magyar feliratokat jelenti föl, de ugyanúgy megjelennek más jellegű bejelentések is, amiket a Kulturális Minisztérium kivizsgál. De hogyha épp a billboardokat nehezményezte, akkor látja, hogy most is billboardok vannak, mind az önök billboardjai, mind a mi billboardjaink se felelnek meg 100%-ig ennek a törvény előírásnak, és mégsem történik ebben az ügyben semmi. Hát azért itt ebből a Margóra is... annyit megegyeznék, tehát hogy a mi billboardjaink, tehát a Magyar Hét heti lapnak a billboardjai, az viszont nehezményezésre, sérelmezésre került, tehát a Kulturális Minisztérium felszólította azokat a reklámügynökségeket, akik a billboardjainkat kirakták, de erre talán Ezért mondtam azt, hogy ezzel mindenképpen változtatni kell, és ezzel változtatni is fogunk, hogyha még egyszer kormányzatra kerülnének. Természetesen. Pontosítsuk. Én azt mondtam, hogy a törvénynek a szabálya, mint olyan, az erre vonatkozik. És azt mondtam, hogy nagy valószínűséggel ezek a billboardok, mert soha nem jelenik meg a sajtóba belőle, tehát nincs nyomásgyakorlás, nem történnek. Azért érdekel, hogy 5400 bejelentésbe, ami érkezik, mert a jelentésben benne van, durván 5400-5500 bejelentést vizsgál ki a Kulturális Minisztérium nyelvi osztálya, szlánkban a nyelvrendőrség, azoknak a nagy része a magyar önkormányzatokat, a magyar pecsét használatot és a magyar föliratokat támadja meg, tehát ez mindig egy neuralgikus pont. Más kérdés, hogy az angol nyelvűt és hasonlót azt általában nem, mert abból viszont tömkelege van. Sokkal több szerintem az angol nyelvű, lehet, hogy Zsolnán a koreai, meg éppen ott a gyár, ugye, mint a magyar nyelv, és nincs arányában, viszont a kisebbségi nyelvhasználati följelentések meg végképp nincsenek arányában, mert egy évben, amikor beérkezik a 5400 államnyelvhasználati mellé, ami a minisztériumban megy, 117, amiből 115-öt én adom be. Hogyha részletekbe megyünk, akkor valószínűleg a nézőnk el fog veszni. De nem, de ezek fontos kérdések. Ezek fontos és pontos kérdések. Lapoznék egy további kérdésre, hogyha a számoknál tartunk. A másik kérdés pedig a Kulturális Minisztérium mikor fogja megváltoztatni a honlap címét például, ami angolul van. Hát hogyha négy évig nem változtatták meg, nyilván nem most fogják. Erre nem kell jogszabály szerintem. De nem angolul van? Az összes domain, igen, tehát az összes minisztériumnak a domain használata ilyen. Hogy érzékeltessük. Tehát nem ellentmondás az, hogy... Magamhoz ragadom a szót, és arról szeretnék beszélni, amit a kulturális államtitkár mondott, hogy a harmadik fejezete a beszélgetésünknek, tehát a kisebbségi kulturális arab. Ez azért mindig elhangzik ugye a minisztérium kommunikációjában, illetve az államtitkár úr kommunikációjában is, mindegy pozitív példaként. Ugye pár perce is hallhattuk. Most nekem kívülállóként, tehát úgy tűnik, hogy mintha egy ilyen kimondatlan megállapodásról lenne szó Magyarország és Szlovákia között, tehát hogy az a támogatás mennyiség, ami Magyarországról érkezik Szlovákiába, tehát a magyar közösséget illetően, hogyha jól tudom, ez 2018-ban ilyen megközelítőleg 30 millió euró volt. Tehát, hogy ennek az adóvonzata, amely ebből az összegből Szlovákiába adóra befizetésre kerül, azt adják vissza a Kulturális Minisztérium fölügyelte kisebbségi kulturális alapon belül. Tehát lényegében nem a szlovák költségvetés finanszírozza ezt az alapot, hogy jól értem-e én ezt laikusként. Szerintem nem, tehát hogy a támogatásokat nem lehet adózási alapnak tekinteni, de a kérdés az inkább az, hogy
hogy milyen módszerrel és hogyan támogatunk kultúrát, illetve oktatást Szlovákiában, és erről természetesen nagyon szívesen beszélgetek. Ezt nagyon furcsa megközelítésnek gondolom. Itt a szlovák állami költségvetésből 20 millió euró van kihelyezve a művészet támogatási alapban, ami az egész össztársadalmi, illetve az egész országot illeti, és 8 millió pedig kizárólag a nemzeti kisebbségeket illeti, úgyhogy ez a jelenlegi helyzet a kultúra támogatás területén. Őri úr? Én értem a logikát, mert erről beszélgettünk egyszer konkrétan, szerintem egymásra beszélgettünk, amikor gombaszögön, ha jól emlékszem, gombaszögön. Mert hogy önök kettem. Igen, így van. Jeleztem, hogy 30 millió euró érkezik be, és hogyha kicsit logikusan gondolkodunk, nyilván nem mondom, mert tehát ezt nem lehet direkt beköltségvetési forrásból látni, de hogyha Magyarország 30 millió eurót ad az itteni magyar kultúrának a működésére, működtetésére, helyi csoportoknak, csemadoknak, regionális csoportoknak, színházoknak, amelyek gyakorlatilag enélkül a kiegyenlítés nélkül csak nehezen, vagy abszolút nem tudnának működni, akkor ebből, ha áfa tartalmat veszünk, akkor 25%+20% az 5 millió, akkor 5 milliót nettó befizet a magyar állam ezeken a támogatásokon keresztül a szlovák állami költségvetésbe, holott mi itt adófizető állampolgárok vagyunk, és nyilván erőlerép is valamilyen szinten az, hogy növekedik egy kisebbségnek a támogatási rendszere, de a szlovák állam 4 millió euró, durván ugye 8-nak a fele az, ami magyar kultúrára megy, a kisebbségi kulturális arabból, akkor 4 milliót ad a szlovák állam, közben meg mondjuk anyaországi források, amelyek nélkül hangsúlyozom, hogy nehezen lehetne a kultúra működtetését úgy Isten igazából elképzelni. Ebből pedig 5 millió mondjuk a áfa tartalom, hogyha leegyszerűsítem, mert az valaki elkölti itt vállalkozóknak, bérbe adja, béreknek adja, és még sorolhatnám. Tehát ebben a formában egy érdekes és abszurd helyzet, hogy gyakorlatilag a kérdés az én véleményem szerint egyáltalán jövőkép tekintetében az abban áll, hogy lehet-e arányosítani végre a kultúra támogatásának a rendszerét, de más támogatási rendszert is, hogy érthető legyen. Ha a szlovák kultúrára megy 20 millió, akkor az itteni magyar kultúrára 8,5%-nyi utolsó népszámlálási adatoknak megfelelő arányba kellene egy elkülönített forrásra rendelkezni, mert én azt gondolom, hogy egyenrangú és egyformán adófizető polgárai vagyunk itt élő magyarok az országnak. Ugyanez vonatkozik a televíziós törvényre, amit ugye 3 éve nem bírok levelezek a tévébe átültetni. Ott is volt egy lehetőség, hiszen a jogszabály kimondja, hogy a sugárzást biztosítani kellene megfelelő arányban. Tehát itt, hogyha lecsupaszítjuk a televízión, ugye arról van szó, hogy sokkal több műsoridőre lenne szükség. Van, de a lényegi mondani való ebben a tekintetben, én azt gondolom, az arányosítási jel. Tehát aki vállalkozik, vagy látott vállalkozást, az pontosan tudja, hogyha egy közös céget csinálunk, és van 20%-nyi befizetésem benne, mert ennyivel szálltam be, vagyomba, munkába, mindenbe, akkor a évvégi jutalékkiosztásnál is 20%-ot kellene visszakapni. Tehát ez egy normális állapot. Önök a televízióban, tehát a kisebbségi nyelveken sugárzott műsorok ilyen arányosítás jelvét. Tehát, hogy ezt mennyire tartották a preferencialistán? Én még reagálnék erre a gondolatvitelre, és itt is arra kell felhívnom a figyelmet, hogy érdemes a teljes képet mindig megmutatni. Amikor arról beszélünk, hogy Magyarország mennyi pénzt küld Szlovákiába, akkor természetesen meg kell nézni, hogy ez milyen úton érkezik, milyen módon hozzák róla a döntést, és hol landol, és miért ott landol. Ugye én a 2016-ban, amikor először találkoztam ezzel a lamentálással, és akkor azt hiszem 26 millió volt, én úgy emlékszem, hogy most ez amúgy 11 millióval kevesebb az elmúlt évben, de ez most mindegy. Tehát 26 millió euróról volt akkor szó, akkor pontosan leellemeztem az egyes döntéseket, és az jött ebből ki, hogy a 26 millióból 22 millió euró, 21-22 millió euró egyedi döntések alapján 19 szervezetnél landol összességében Szlovákiában. Államtitkár úr, ugye arról beszéltünk, tehát, hogy ebből az összegből... Oda jutok, csak azt akarom ezzel elmondani. Főszeretném csak hívni, hogy nagyon véges a műsoridőnk. Azt szeretném elmondani, hogy ebből a 26 millióból 2,22% volt pontosan pályázati alapon kihelyezve a BGA-s támogatási rendszeren keresztül. Az azt jelenti, hogy amikor össze akarja hasonlítani, akkor hasonlítsuk össze például azt, hogy a 2,22 az 540 ezer euró, amit pályázati alapon döntöttek el, a többit egyedi elbírálás alapján. És amikor azt mondjuk, és ezzel is már többször találkoztam, hogy az intézményeink nem élnének meg magyarországi támogatás nélkül, akkor kérdem én, hogy ki döntötte el, hogy nekünk olyan intézményekre van szükségünk, mint például a
a Martos, mint például a Feszti. Ne haragudjon, hogy kedvesek, ezt talán nem a jogkörünk eldönteni az, hogy de arról mire van szükség, de arról beszélgetünk, hogy 26 millió, én csak azt akarom ezzel kifejezni, hogy a 26 millió, ami érkezik, az nem a szlovákiai magyar kultúrát egészében érinti, hanem a szlovákia kultúrában néhány kiváltságos intézmény, most vagy ebből, ebből származó adóról beszéltünk, hogy befolyik el a szlovák. Na most ezt mondom, hogy ezt kell meg, és azt kell összehasonlítani, hogy mondjuk ugyanolyan demokratikus, transzparens módon kerül kihelyezésre, mint legalább a kisebbségi kulturális alap, ugye, amit előszeretettel kritizálnak a 3 versus 2, de ami Magyarországról érkezik pénz, annak az összehasonlítható. Ugye elsősorban nem egymásnak készítjük a beszélgetést, hanem a nézőknek. De azért mondom, mert a nézőknek látniuk kell, hogy valójában azok az egyszerű szavak, illetve nagyon egyszerű mondatok, hogy Magyarországról 26 millió euró érkezik, annak mi áll a hátterében. És amikor azt állítja, hogy hasonlítsuk össze, hogy ha már a művészet támogatási alapban 20 millió euró van, és a szlovákiai magyar kisebbség 8,5%-ban érintett Szlovákiában, akkor ugye ha 10%-kal számolom, az 2 millió euró, a kisebbségi kulturális alapban pedig a magyar kisebbséget, a magyar nemzetiséget 4 millió euró illeti meg. A Matyica Szlovenszkának mennyi az éves támogatása? 1,5 millió euró. Most egy pillanatra közbeszólnék, ne haragudjon őrül, lejártam a műsoridőnk. Olyan csúsztatásokkal van, arról beszéltünk, hogy ebből a pénzből az áfa befizetés mennyi, ami több, mint amennyit a szlovák állam visszaad a szlovák kulturális minisztérium kisebbségig. Egy kérdés közbeszúrhatok? Nem, én végighallgatom. Államtitkár úr és elnök úr is, ne haragudj. Azért kérdeztem rá, hogy elhangzott-e, vagy sem. De ezek fontos kérdések, ha szabad. Én tudom, csak elég fontos a műsoridőnk is. Igen, de az, hogy a Matyica Szlovenszká kap 1,7 milliót, a Csemadok pedig nullát alanyi jogon, csak például egy 70 éves intézmény, és arról beszélni, hogy támogatjuk a magyar kultúrát, meg hogy nem, meg milyen döntési mechanizmusok vannak, és hogy voltak kinevezve minisztériumos emberek. Szerintem óriási csúsztatásokkal. Bocsásson meg, szerintem a nézőink, akik veszik a fáradtságot, hogy megnézik ezt a műsort. Nyilván ezzel egy érdeklődést nyilvánítanak ki az itt elmondott témákkal kapcsolatban. Tehát valószínűleg, hogy lesznek olyan helyzetben, hogy dönteni tudjanak, hogy melyik kijelentést veszik esetleg csúsztatásnak vagy ferdítésnek. Én mindenképpen köszönöm önöknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kedves nézőinknek pedig ismételten megmutatnánk a heti lapunkat, a Magyar Hetet. Nem azért, hogy most reklámot csináljunk, hanem az ilyen és ehhez hasonló témák iránt érdeklő olvasókat, esetleg ilyen szempontból is információkat tudjuk ellátni. Köszönöm a figyelmüket önöknek, köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!